Köszönjük szépen a fiataloknak, hogy vezettek bennünket a dicsőítésben, és hogy valóban mehetünk a Szentek Szentjébe a legbensőségesebb, legközelebb kapcsolatba juthatunk Istennel, olyannyira, hogy ő már bennünk akar lakozást tenni. Erre nézve szól az Isten igéje hozzánk. A Jelenések könyvének 3. fejezetéből a 20. verset olvasom. Jelenések könyve 3. fejezetének 20. verse a következőképpen szólít meg mindannyiunkat. Hallgassátok figyelemmel. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Lehet láttatok néhányan, hogy készültem a pünkösdre. De jött a lehűlés, igaz, vettem magamnak egy új pár kesztyűt. Büszke vagyok magamra, jó vásárt csináltam, nagyon tetszik ez a kesztyű. Sok fajtát megpróbáltam, míg végre ráakadtam, és azt mondtam, hogy ez az enyém, ez kell nekem. És volt egy felpróbálatlan, kipróbálatlan, becsomagolt darab, és megegyeztünk az eladóval, hogy nincs értelme kibontani, hazaviszem. Szépen be volt csomagolva, és kibontom otthon a kesztyűt, és hát nyilván alig várom, hogy beledugjam a kezemet, és ugye megpróbálom beledugni, és hát ez egy 5 ujjas kesztyű, ugye jól védi az ujjakat, és hát normálisan bele kellene csusszanjon az ujjam a kesztyűnek az ujjaiba, szóval hogy húzom felfelé, érzem, hogy nem tudok bele jutni az új résekbe, mert hogy valami történt ezzel a kesztyűvel, le van varva mind az 5 ujja. Semmi gond, biztatom magam. Semmi gond. Nem annyira lényeges dolog, hogy az ujjaim becsusszanjanak ebbe a kesztyűbe, nem? A lényeg az, hogy ne fázom. A kezem, és ugye hála Istennek elég nagy darab, a kezem pedig csinos és kecses. Ökölbe szorítottam a kezemet is, így bele gyömöszöltem, bele csúsztattam az ökrömet, és ez a lényeg, hogy ne fázzon a kezem, igaz? A fagyos hideg már nem árthat neki. Jöhetnek a fagyos szentek, és jöhet a tél is, fel vagyok készülve rá. Tehát a fagyos hideg az nem árthat neki. Az már nem gond. Viszont egy gond mégis van. A használhatósággal van gond, nem? Mert hát így nem tudom, próbáltatok például újságot felvenni? Vagy éppen még lapozgatni is? Hm? Nem megy annyira, igaz? Vagy az okostelefonon? Hm? Nyomogathatod, igaz? Valahogy nem működik ez az egész. Nem könnyű kesztyűbe dugott ököllel például a cipőfűződet bekötni. Megpróbáltad? Itt lehet majd Isten tisztelet után próbálkozni vele, jó? Aki beköti a cipőfűzőjét így, az megjutalmazzuk. Ceruzát ragadni és írni vele? Felejtsd el! Lehet, hogy azt még kesztyű nélkül sem használjátok egyébként, fiatalok. Ahhoz, hogy valamit tenni tudj, hát nyilván kinyújtott ujjakra van szükségünk. Kicsit átvettek, nem új ez a kesztyű, és nincs levarva az ujja egyébként. De ha le lenne varva, akkor valóban tudnám használni. Mert hogy ahhoz, hogy valamit tenni tudjunk, ahhoz kinyújtott ujjakra van szükségünk. Kinyújtott és erős ujjakra. A kapanyelet, hogy megragadjad, igaz? Hogy megkapáld a tengeridet, ahhoz jó, meg kell fogni ezt a kapanyelet. Így van?
Tökörbe szorított kézzel nem tudod megfogni. Az autó kormányát meg kell ragadni erősen, hogy vezetni tud. A szomszédoddal kezet kell rázni, nem az öklödet. Lehet, hogy időnként az öklödet mutatod neki, nem igaz? A telefonod képernyőjét nyomogatni kell bizony. Egy szóval van tennivalónk az ujjainkkal, a kezünkkel. Úgy, ahogy az Istennek is akad dolga és tennivalója ezen a földön. A kisbabákat dédelgetni kell. A gyermekeknek jár az esti ölelés. Az árváknak otthonra van szükségük. Kimerült munkás embereknek bátorításra. Istennek sok tennivalója van. És ő az ő munkájában, mivel az Isten lélek, ő az ő munkájában kinek a kezét akarja használni? Kinek a lábát akarja használni? Kinek a nyelvét akarja használni? Kinek az életét akarja használni? Hát a tiédet, nem? Meg az enyémet akarja használni. Most úgy gondolom, hogy ha jöjjünk a pünkösdhöz közel, hogy megértsük ezt az egészet, nagyon nehéz nekünk a pünkösdöt megérteni, könnyebb a húsvétot, a karácsonyt, mert az úgy kézzelfogható dolog, a pünkösd sokkal inkább a láthatatlanban gyökerezik, és marad is. Nos, ami a kéz a kesztyűnek, az a Szentlélek a keresztény embernek. Vagyis, hogy mi vagyunk a kesztyű, és a Szentlélek az a kéz, amely belehatol a kesztyűbe. Érthető a kép, igaz? Ugye ezt olvastuk az igében, hogy ímé az ajtó előtt állok én zörgetek. A kesztyű előtt vagyok, és be akarom dugni a kezemet a kesztyűbe. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, nincs levarva a kesztyű, akkor bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Vagyis a pünkösdnek a nagy csodája, nagy misztériuma, és csak is így van értelme a pünkösdöt ünnepelni, és így lesz értelme a keresztény életnek, ettől működik a keresztény élet. Innentől, pünköstől kezdett el működni a tanítványoknak az élete, ők voltak a kesztyű, és ők a Szentlélek, és megtöltötte őket, igaz? Tehát pünkösdben az történik, hogy bejön hozzánk, jobban mondva belénk jön az Isten, belénk hatol az Isten. Időnként alig észrevehetően, máskor pedig elsöprő erővel. Az első pünköskor éppen ez az utóbbi történt, hogy Isten szent lelke ezekbe a tanítványokba kimondhatatlan, lehengerlő elsöprő erővel érkezett meg. Isten belenyújtja az ujjait az életünkbe, centiméterről, milliméterre, centiméterről, centiméterre. Vagyis az Isten igényli a lelkünknek a terét, az életünknek a terét, igényli a lelkünknek a birtokát, mert hogy őt ez jogosan megilleti. Vagyis az Isten igényt tart a nyelvedre, azzal szeretne üzenni másoknak, igényt tart a lábadra, az ő céljait a lábaidon keresztül szeretné elérni, igényt tart az értelmedre, mert hogy ő teremtette azt is, ő tett téged értelmes lényé, és az a szándék, hogy a saját dicsőségére használja, a szemed, az arcod, a kezed, kellenek az Istennek? Kellenek. Azokon keresztül sír, azokon keresztül nevet, azokon keresztül simogat az Isten. És ahogy egy kesztyű engedelmeskedik a kéz és az ujjak erejének, igaz? Egy jó kesztyű. Ahogy az engedelmeskedik a kéz és az ujjak erejének, úgy fogsz te is engedelmeskedni Jézus Krisztus irányító erejének. Ez az én reménységem. Míg nem eljutsz addig a pontig, hogy kimondod azt, amit Pál kimondott életének egy adott pillanatában, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát ez akkor funkcionál, nem, hogyha szépen fel tudom húzni, és akkor ezt a kesztyűt kimozgatja. Kimozgatja. Önmagától mozog? Nem, ezt az én ujjaim mozgatják. Én irányítom.
A keresztényélet erről szól, a Szentlélek Isten munkája ezt jelenti, hogy az Isten elkezdi használni az életedet. És minél jobban bejut az Isten az életedbe, minél jobban belehatol a kéz a kesztyűbe, annál erősebb a fogása, annál pontosabbak a mozdulatai, annál jobban használható. Csak hogy az a helyzet, kedveseim, nem? Hogy szembesülünk kell ezzel a levarrott kesztyű állapottal, nem? Szembesülünk kell azzal a ténnyel, hogy ez a folyamat, az Isten belénk hatolása, ez a folyamat nagyon hosszú, és nagyon nehézkes sokszor, így van? Nehezen halad előre. Miért van az, hogy egyesek akkora magabiztossággal haladnak előre? Mások pedig folyamatosan téblábolnak és bukdácsolnak. Miért van ez? Nos, amit mondottam, úgy érzem, úgy gondolom, hogy a láthatatlant befogadni nem könnyű. A legtöbb keresztény ember könnyebben elfogadja Krisztusnak a keresztjét, mint a Szentléleknek a valóságát. Nagypénteknek több értelme van, mint a pünkösnek. Jézus, ami helyettesítőnk, szoktuk mondani. Jézus, aki átvállalja a helyünket. Ezek olyan kézzelfogható dolgok. Benne vannak a mi életünk gyakorlatában is. A megváltó, aki kifizette a bűnadóságot. Ezek lenyűgöző, mégis elfogadható gondolatok és képzetek. De a Szentlélekről folytatott beszélgetések a természet fölötti és láthatatlan világba visznek el bennünket. Így van? És itt mindannyian gyorsan elcsendesedünk és óvatosak leszünk, attól félve, hogy nem tudjuk ezt az egész dolgot, ennek a lényegét megmagyarázni. Mert nem kézzelfogható. Nem látható. Vagy mégis az? Hogyan is lássuk a Szentléleknek a munkáját? Ez a szemléletet is azt célozta, hogy egy kicsit megértsük a nehezen megérthetőt, vagy a megérthetetlen. Nos, hadd adjak további segítséget is, ugye? Amit Jézus Galileában tett az emberek között, az mi volt? Mit csinált ő, ami közöttük, az emberek között lakozott? Mit csinált? Tanította, vigasztalta, gyógyította, megítélte ugyanakkor az embereket. Ezt tette Jézus a jelenlétével az emberek között. Nos, amit a történelemben, ebben a térben elvégzett, ebben a látható térben elvégzett Jézus Krisztus, ugyanazt a munkát folytatja, csak a láthatatlanban, és már nem közöttünk, hanem bennünk a Szentlélek Isten. Vagyis, hogy ő továbbra is közöttünk van, vagy bennünk van, és ő tanít, ő vigasztal, ő gyógyít, ő mellék áll, és ő meg is ítél bennünket, igaz? Tehát ugyanazt csinálja a Szentlélek, ugyanaz a munka folytatódik, hogy csak most már nem közöttünk, hanem bennünk, a mi életünkben is, a láthatatlanban. Ugyanaz a munka folytatódik. Az új szövetség ugye a bennünk lakozás azt a szót használja, hogy oikeo, ami azt jelenti, hogy élni vagy lakni. És az oikosz nevű görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy ház. Ház. Vagyis a Szentlélek úgy lakik a hívőben, mint ahogy egy tulajdonos a saját házában lakik. Na most azok, akik bíznak Isten bennük végzett munkájában, azok fel fogják fedezni Isten lelkét önmagukban, és azok felfedezik naponként, hogy az Isten valóban jön az ő lelkével, és lakozást vesz bennük, és elkezd munkálkodni, vagyis mint egy érzik azt, hogy van lakója ennek a léleknek, egy olyan lakója, aki értelmes életet tud adni. Vagyis érezzük az élő és lélegző Istent az életünkben. Valahol az úrvacsora misztériuma is erről szól, amikor azt mondjuk, hogy vegyétek és egyétek. Hogy Jézus nem, Jézus bennünk akar lakozást venni. És rajtunk keresztül munkálkodik. És hogyha Isten maga belakta már az életedet,
ha beköltözött és belakta az életedet, akkor már nem igen tudsz többet gondolni önmagadról, mint róla. Persze senki, aki nem hívta be ezt a láthatatlan Istent, és nyilvánvalóan jelenlévő Istent, a szent lelket az életébe, az nem tudja elképzelni sem azt, hogy miről beszélek én itt most, hogy miről hadovál a tiszteletes úr. Nem értem én ezt. Milyen szent lelkes dolog ez? Nem lehet ezt érteni. Ezt vagy megérzed és megtapasztalod, hogy valaki mozdítja a kezedet, valaki mozdítja a lábadat, valaki elkezdi a gondolataidat, a látásodat átalakítani. Annyi évi lelkiszi munka után látom azt, hogy tényleg óriási nagy csoda az, hogy egyszer csak megmozdul egy emberben valami, és az értelme megváltozik. És hogy kezd átalakulni a látás, és hogy kezd megmozdulni az egész élete, és kezd jó irányba haladni, és nem lehet ezt, nagyon sokszor én önmagamon észreztem, hogy szeretném erőltetni, szeretném mozgatni az embereket. Meg kell tanuljam, hogy ez az Isten kegyelmének a munkája, amit ő végez el, és amíg nem vesz lakozás bennünk a Szentlélek, addig tessék, mit csinál ez a kesztyű? Ne haragudjatok, ennyi az életünk az Isten lelke nélkül. Ennyi. Persze a sátán gondoskodik arról, hogy valaki belakja, meg hogy azt az illúziót keltse, hogy ezt használható. De nem. Ott fog ülni a széken, és nem fog csinálni semmit. Na most így van ez azokkal, akik nem engedték be az Istent az életükben. De azok, akik már üdvözölték Istent az életükben, akikben lakozást vett, még akkor is, hogyha érzik, hogy a bűnnek korlátozó hatása van, vagyis nem tudom, hogy ki hogy áll ezzel, vagy le van varva az újak, vagy egyik-másik le van varva, vagy szűk az a kesztyű. Tehát érzik a korlátozó hatást az életükben, de mégis az élet jelenléte érzékelhető. Érzékelhető. És erről olvastunk a Római Levél 8. fejezetében, ugye? Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Hát ez egyértelmű, hogyha az Isten bevette a szívedet, az Isten lakozás lett benne, akkor itt nincs itt magyarázni, nincs itt mellé beszélni, az egyértelműen elkezd működni. Az Isten nem lustálkodik az életedben, az Isten nem lustálkodik a lelkemben. Az Isten cselekszik, az Isten működik, az Isten használ, az Isten erősít, az Isten alakít. Nem lehet mellé beszélni, hogy hát én hívő vagyok, aztán nem történik semmi az életemben, nem igaz? Úgy, ahogy azt sem szabad elhitesse velünk a sátán, hogy te nem vagy hívő, miközben egyértelműen látszik az Isten lelke használ téged. Még akkor is, hogy a bukdácsolva. Még akkor is, hogyha nem haladt még teljesen előre, vagy nem tette, nem vette be teljesen az Isten az életedet, de azért mégis látszik a Szentléleknek munkája. És akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, már a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad. Életet ad az igazság által. Most érzitek ezt, kedveseim? Azok, akik valóban kimondtátok már azt, hogy jöjj és lakozz bennem. Hadd legyen már itt lent templomoddá, szívem, lelkem. Akik egyszer kimondtátok ezt, érzitek, hogy mekkora biztonságot ad az, hogy Isten maga beköltözik az életünkben. De mekkora hatalmas erőt ad az, hogy ő az, aki engem mozgat. És nem kell kétségbe esni, nem kell elcsüggednem, még akkor sem, hogyha időnként látom, hogy olyan sok torzulása van az életemnek, meg olyan sok akadály van, korlát az életemben. Mert hogy az Isten a lakója az életemnek. Ezért mondhatja Pál Timóteusnak, hogy a rád bízott kincset őrizd meg a benned lakozó Szentlélek által. Hát hogy tudnánk megőrizni a kincset? Ha nem lenne ott az életünkben a Szentlélek, csak is a Szentlélek által tudjuk megőrizni a kincseinket.
És a 1 Korintusban azt mondja a korintusi gyülekezetnek Pál, hogy nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? És hogy az Isten lelke bennetek lakozik? Tény, hogyha egyszer megnyitottad az ajtót, egyszer megnyitottad az életedet, megnyitottad ezt a kesztyűt, akkor az Isten lelke lakozást vett benned. Vagyis, egy alapigazság. Minden hívő embernek az életében ott lakik az Isten. Ez tény. Minden hívő embernek az életében ott lakik az Isten. De ugyanakkor a másik alapigazság az, hogy nem minden hívő adta oda teljesen a szívét az Úrnak. Sőt, nem tudom, hogy van-e olyan közöttünk, aki tényleg teljesen odaadta magát az Úrnak. És ne feledjük el, hogy a kérdés nem az, hogy hogyan kaphatok én több szent lelket. Nem az a kérdés, hogy hogyan kaphatok több szent lelket, hanem az a kérdés, hogy hogyan kaphat a Szentlélek többet belőlem. Hogyan kaphat a Szentlélek többet az én életemből? Több teret az életemben? Hogyan kaphat a Szentlélek többet belőlem? Egy nagy gondolkozó, az angol C.S. Lewis mondotta a következőket, nagyon értékes gondolatokat olvastam tőle, próbáltam lefordítani. C.S. Lewis-t idézem tehát, amikor ezt mondja, Krisztus így szól, adj nekem mindent, én nem valamennyit akarok a te idődből, a te pénzedből, a te munkádból, én téged akarlak. Én nem azért jöttem, hogy megkínozzam az életedet, az énedet, hanem miért? Azért jöttem, hogy megöljem. A félmértékek semmire sem jók. Én nem akarok innen-onnan egy ágat levágni. Én az egész fát ki akarom dönteni. Add át a te teljes természetes valódat, minden vágyadat, azokat is, amiket ártatlan vágyaknak gondolsz, és azokat is, amiket gonoszaknak. Add át mindent. Ehelyett én egy teljesen új személyiséget adok neked. Pontosabban önmagamat fogom adni. Az enyém így mindenestül a tied lesz. Vagyis én téged akarlak. Nem azt, hogy tessék, itt van az időmből valamennyi. Itt van a figyelmemből valamennyi. Itt van a pénzemből valamennyi. Hanem, hogy itt vagyok én. És az énekeinkben is mindig ez, a dicsőítésünkben is mindig ez fogalmazódik, hogy itt vagyok. Én vagyok itt, igaz? Én önmagamat adom neked, Uram. Mert ő téged akar. Engem akar. És hogyha maradunk a kesztyűnek a képénél, akkor engedd meg, hogy megkérjelek arra, hogy és veled együtt önmagamat is, hogy leeltározzunk egy kicsit az életünkben, jó? Hogyha végignézzük az életünkön, látunk-e benne levart ujjakat? Látunk? Van egy néhány, igaz? Vannak levart ujjak? Menj végig az listán, a nyelved. Hajlamos vagy elferdíteni az igazságot? És nem az igazság szolgálatában állni a nyelveddel? Felfújni a tényeket? A szóhasználatod? Milyen a szóhasználatod? Profán és tisztátalan beszédeknek a szent csatornája a szóhasználatod? Valószínűleg akkor le van varva, nem igaz? De nem jutott még be. És a harag? A rendezetlen konfliktusok nyomán maradt sértődés, ami megakadályozható, hogy kapcsolatban légy másokkal, hogy kinyújtsd a kezed mások felé, hogy szeretettel fordulj mások felé, az nincs levarva. A szívednek az a része, ide nem, ezt nem engedem. Ezt megtartom. Ezt nem kell átalakítani. Vagy haszontalan vagy és lusta? Le van varva az a szolgálat az életedben?
Nem, nem. Én az egyházban nem azért vagyok, hogy tegyek valamit, hanem a gyülekezetben nem azért vagyok, hogy szolgáljak, hogy végezzek valamit, hanem azért vagyok, hogy nekem szolgáljon. Hogy mindenki eltartson engem. Az egyház azért van, az állam azért van, mindenki azért van, igaz? Talán nincs levarva ez a része az életemnek. Most, ha ezek kényelmetlenül személyes és elevenbe tapintó kérdések, akkor tudod, kit hibáztas? Hát Pált. Nem Mike Pált, hanem az apostolt. Az apostolt, mert hogy ő állította össze ezt a listát. Mert ő mondja a következőket az Efézusi levélben. Ezért tehát vessétek le, micsodát, a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó. Ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Júj, mennyi levart kesszű új. Most egy drága lányom készített egy házi rendet, és közben leírta azt is, hogy nem kiabálunk egymásra. Többek között szoktunk. És bocsánatot kérünk egymástól. És megbocsátunk. Engedjük, hogy a lélek munkálkodjon. Így van? Nos, mi van? Mi van az életemben? Mi van ezzel a kesztyűvel? Csodálkozom, hogy nem érzem az áldásokat? Nem érzem az értelmét a dolgoknak? Csodálkozom azon, hogy bénának, esetlennek érzem magam keresztény emberként? Minden bizonnyal azért van, mert nyilvánvaló, hogyha az ujjakba nem hatolhat be a kéz, ha nem hatol be teljesen az életembe az Isten lelke, minél kevésbé hatol be az Istennek a lelke, annál bénább, esetlenebb, használhatatlanabb vagyok. És ez nem jó senkinek. Azoknak sem, akik között vagyok, akik számítanak az én támogatásomra, számítanak a kezemre, lábamra, ölelésemre, számítanak rám. És nem jó nekem sem, mert közben érzem, hogy nincs a helyén az életem. Mert az Isten nem egy kihasználó életre teremtett bennünket, egy fosztogató életre, hanem egy osztogató életre. Úgy van? Mit csinál az én életem? Megakadályozza a lélek áradását és erejét. Milyen nagy kegyelem az, hogyha felismerjük az életünkben mindazt, ami még nincs a lélek irányítása alatt. A levart kesztyű ujjakat. Persze nem elég csak felismerni, hanem azt fel kell vágni azokat a levalt kesztyűjökat, igaz? Nem elég csak felismerni a szomjúságot, beszélgetünk erről a bűnbánti héten. Nem elég csak felismerni a szomjúságot, a szomjúsággal nem azt kell tenni, hogy tűrjük, nem? Hanem a szomjúságot meg kell szüntetni. A szomjúságot nem azért adta az Isten, hogy tűrjünk neki, hanem azért, hogy megszüntessük. A szomjúság figyelmeztet, egy áldás a szomjúság bizonyos értelemben, mert figyelmeztet bennünket, hogy baj van, kiszáradt a lelked, igaz? A testem szomjúsága arra utal, kiszáradt a testem, inni kell, veszély van, vészjelzés van. Ha szomjazik a lelked, akkor mit kell csinálni? Inni kell. És mitől elégül meg a szomjúság? Tehát nem a sós víztől, nem a mocskos víztől, hanem az élő víztől. A szomjúságodat igazán csak az Isten lelke tudja megenyhíteni.
Na most nyilván, hogy ennek a felismerése és kezelése, ez valahol mindenkinek ilyen egyéni ritmus szerint történik. Nem lehet egy kaptafára húzni egyetlen egy embert, vagy a több embert. Nem lehet azt mondani, hogy Imrének az életével ez ilyen sebességgel történik, Ernőnek az életével más sebességgel, Briginek az életében megint más sebességgel. Különbözőek vagyunk, igaz? A lényeg az, hogy folyamat is történnie kell. És ahol az Isten lelke munkálkodik, ott történik. És hadd bátorítsak benneteket, hogy ne add fel. Attól, hogy megláttad, hogy vannak levart kesztyűjak. Attól, hogy megláttad azt, hogy sutaságok vannak az életedben. Ne add fel! Ne, a sátán két vár akar fektetni, és azt mondja, hagyd el! Jézus azt mondja a bénának, vedd fel a nyoszolyádat és járj, igaz fiatalok? A sátán azt mondja, hogy feküdj vissza rá! Te nem vagy egészséges, te béna vagy! Te csak azt hiszed, hogy egészséges vagy. Te csak azt hiszed, hogy Isten gyermeke vagy. Feküdj vissza! Nem látod, hogy milyen béna vagy? Mondták már neked, hogy hát ilyen egy hívő ember? És valóban benézted a tükörbe, és lehet, hogy oda is köptél egyet a tükörnek. Hogy te, hát én az Isten gyermek vagyok, és ezt csinálom? A sátán röhög a markába. És azt mondja, igen, így kell ezt csinálni. Add fel, ne folytasd tovább. Sose leszel használható. Sosem fog téged az Isten használni. Így van? Sosem lesz igazán használható ember belőled. Az Isten viszont azt mondja, hogy ha egyszer megnyitottad az ajtót, és én bementem hozzád, akkor én ott vagyok, ott maradok, leülök vacsorálni. A legszorosabb élet kapcsolatba jutok veled, és én ott elkezdem végezni a munkát. Tehát ne hagyd, hogy a megingások megállítsanak, gyere, te csak gyere, így áll folyamatosan, indulj kifelé a börtönből, engedd meg, hogy a lélek behatoljon az életedbe. Kérd szüntelenül az Urat. Minden nap azzal kell kezdeni, Uram, védj lakozást az életemben. Használd az életemet. Juss minél mélyebbre az életembe. A bukások még jobban motiváljanak arra, hogy meg felállhatok az Isten erejével, és fel kell állnom, és tovább kell mennem, és tovább haladhatok. És az Isten nem hagy el engem, mert azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre, gyermekeiteknek tudtok jó ajándékokat adni, hát mennyivel inkább tudati mennyei atyátok mit adni? Szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Vagyis ha kéred a szent lelket, az Isten erejét az életedbe, hogy használható legyél, akkor az Isten adni fogja. És ne kövessétek el, kedveseim, azt a tévedést, amit én egyszer egy repülőgépen találkoztam, ugyanis repülőgépen utazva oda repült egy légy hozzám. Képzeljétek el. És rácsodálkoztam arra, hogy minek kell egy repülő repülni. És meg is kérdeztem a legyet, hogy miért nem ül le csak ide mellém, és élvezi egyszerűen a repülést. Hát hisz repülő vagyunk, minek kell repülni a repülőn? Ha? És megbotránkozva nézett rám ez a légy, és azt mondta, hogy hát hogy gondolod? És akkor a géppel mi lesz? Hagyjam lezuhanni? Mert hogy ennek a repülőgépnek szüksége van rám? Az én szárnyaim nélkülözhetetlenek a biztonságához. Ahhoz, hogy ez a repülő repüljön, az nekem verdes nem kell. A szárnyaimat keményen. És mellét kidüllesztve ez a légy, elindult a repülőgép elejébe, hogy segítsen. Pár perc múlva, amikor visszatért hozzám ez a légy, már korántsem látszott annyira magabiztosnak. Félelem tükröződött az ő apró légy szemeiben. És azt mondta nekem, hogy nos, úgy érzem, azt hiszem, hogy mégsem tudom ezt megoldani. Nem tudom tartani. Tartani mit kérdeztem tőle? Hogy mi? Hát a gépet. Nem hiszem, hogy a levegőben tudnám tartani. Pedig minden erőmmel azon vagyok. De az én szárnyam túl kicsi és erőtelen ehhez. Nem tudom, hogy meddig bírom még.
Mekkora áldás, hogy én ezzel a léggyel találkoztam ott azon a repülőn, igaz? És ezt megtanultam tőle. Vagy nem tanultam meg? Igaz, milyen kis nevetséges történet. De hogy valahogy így nézünk ki mi is, ahogy az életünket meg akarjuk tartani, nem igaz? Tegnap azt is olvasták az ifiben, hogy aki meg akarja tartani az életét, az súgy, elveszti. Aki pedig leteszi az életét, elveszti, ez csúnya szó, leteszi az életét. Leül, mint a légy, azt mondja, uram, én nem tudom megtartani ezt a gépet. Én ezt az életet nem tudom megtartani. Tudod? Mondjátok, drágáim, tudjátok, sokszor úgy érezzük és gyűlesztjük is a mellünket, mint a légy, ugye? Nézd oda, hogy csapkodok. Milyen erős vagyok, igaz? Hát tőlem működnek a dolgok. Tőlem repül az élet. És el vagyok szállva magamtól. Így van? Máskor pedig nagyon el vagyok csüggedve, nagyon mélyben vagyok, mert úgy érzem, hogy semmi nem működik. És közben úgy érzem, hogy én kellene működtessem. De nem megy. Nos, hogy működik akkor? Hogy működik ez akkor? Most én ennek a légynek azt mondtam még búcsúzásként, hogy nem tudod, hogy ez nem te tőled függ. De körül vagy véve erővel, nézd csak, benn vagy egy repülőben. Körül vagy véve erővel, és ez az erő tart és emel fel téged. És a légy természetesen úgy nézett rá, mint egy idiótára. És azt mondta, hogy húzzak el. Kedveseim, nem tudom, hogy mi van a ti kesztyűjéletetekkel. Nem tudom, hogy mennyi ujja van levarva. Nem tudom, hogy hogy érzitek most magatokat. Vannak sejtéseim, egyeseket illetően, másokat nem ismerek annyira. Egy dolgot hadd mondjak. Fogadd el azt az erőt, ami a pünkösdi lélek. Fogadd el az Istennek az erejét. És kérd őt, hogy minél intenzívebben, minél inkább lakjon benned, és használja az életedet arra, amire ő akarja. Ne felejtsd el, ő téged akar. Nem valamit a tiedből, hanem téged, az egész életedet. Azt akarja megtölteni. És mindattól meg akar szabadítani, ami bekötöz, ami lekötöz, ami húsba kötöz, ami láncként ott van az életedben, amitől úgy érzed magad, hogy egyszerűen nem tudsz előre mozdulni, hogy nem vagy szabad, hogy neked kell fenntartanod az életet, és neked kell mindent megtartanod, és ebben nincsen segítséged. Ne felejtsd el, hogy nekünk egy szerető, irgalmas mennyei édesatyánk van, aki Jézus Krisztusban testé lett, hogy közöttünk lakozzon, hogy kifizesse helyettünk az árat, hogy megszabadítson a bűnnek a kárhozatától, és aztán elküldte a Szent Lelkét, hogy megszabadítson bennünket a bűnnek a hatalmától is. Hogy többé ne legyen semmi kárhoztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Elhiszed ezt? Elhiszed-e azt, hogy szabad vagy? Hogy a láncod lehúlt, hogy az Úr téged felemel, és működésben tart. Szeretném, hogyha együtt énekelnénk a következő éneket, amiben a fiatalok vezetnek bennünket. És ezzel készülünk is az úrasztali közösségre, amiben arra kérjük majd megint az Istent, hogy gyere mélyebbre az életemben. Vagy lehet, hogy még ott kell legyen, ott van a kapuban. Lehet, hogy még a kesztyű ott lóg a semmiben. Lehet, hogy egyáltalán nincs benne még semmi. De Isten be akar jönni az életedbe. És akkor hidd el, a sátán azt akarja, hogy ne hidd el, de hidd el, hogy beengedheted. Hidd el, hogy az Isten ki tudja tölteni az életedet, és ki akarja tölteni. És úgy készüljünk erre az ünnepig,
úrvacsorázásra, közösségre, asztal közösségre, hogy valóban ez legyen a kérésünk, hogy jöjj és védj lakozást az én életemben. Hatolj mélyre a szívemben, használj engem a te dicsőségedre, és köszönöm, hogy bármilyen nyomorult és elesett, és esetlen és béna vagyok, te nem hagysz engem veszni, és ha ott vagy az életemben, egyszer beengedtelek, akkor biztos, hogy ott is maradsz. Ez egy tény, ami nem változtat semmi, de semmi a világon. Így legyen.